Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és az Aston Villa lesz a következő ellenfelünk a Liga Kupa elődöntőjének odavágóján. Ha minden igaz, az következik. És ez visszavágós. WoW! És az első meccset idegenbe 2-1-re nyerte a Preston, de hát gondolom a visszavágó majd a Chelsea porigalázza őket sajnos. Na. Mit akartam? Ja, igen. Jöhet 2 igazolásunk a Newcastle-ből. Miley és Konaté a Liverpoolból. Beállítottam náluk a MES számokat és a Development Plant. Ja, Miley-nál is itt van. Egyelőre még nem nyomtam be kölcsönbe. Viszont tényleg... Mit kéne csinálnia? Békerette állunk fel, és ezt be is állítani. Konaté... Miley... Jó. Valaki még itt? Nem. Jó... Végfutás, az nem olyan jó. Na mindegy. Mennyien vagyunk? 50. Jó. Akkor még egyet tudunk igazolni most. Ugye itt van Kamavinga, akiért érdeklődik a... Nem, Chelsea. De még nem fogadták el az ajánlatát, úgyhogy én egyenlőre várnék. Még egyenlőre várnék. Na! Persze, nyomjuk meg. Csapjunk oda a morállal. És nincsenek olyan hű, de izgi meccsek, de... De... Viszont átigazolások miatt úgy gondolom izgalmas. Hónap van. Ez a január. Hát nem lehet mindig olyan, mint a november-december, hogy egymás után zsinórba 5 rangadó. Okay, guys, we'll be wrapping. Na nézzük, mi újság erre. Fele kikenerásos taktika, Diabira kell figyelni. 4-4-2-be fognak felállni. Livakovic a kapuban, nem Martinez. Érdekes, nagyon érdekes, hogy eladhatták, hát én nem tudom. Amikor még néztem őket decemberben, akkor még ott volt Martinez. De lehet, hogy közben volt valakivel valami biznisz, és már... Na jó, meg is nézem. Most már érdekel. Bayern München! Wow! Szuper! Mennyi pénzünk maradt? 2,23, így, hogy vettünk Konatét. Is. Na. Tehát akkor Livakovics a kapuban így. Akkor ezért vették meg Livakovicsot. Tudták, hogy menni fog. Lucas Vázquez, aki a kapitány. Konsa, House, Nuno Tavares, aki ott van kölcsönben. Vagy Tavares. Diaby, Douglas Luiz, Kamara, Kostic a betyárját. Wilson és Correa. Nagyon erős kezdő 11, brutál erős. Padon, Pau Torres, szintén nagyon erős. Tielemans szintén nagyon erős, Morata szintén nagyon erős, Cash, Elliot, Mukoko, Sinisalót azt nem ismerem. A pad is brutál erős. Úristen. És mégis békeret állunk fel, de a mi békeretünk is nagyon erős, úgyhogy... úgyhogy nem kell aggódni itt. Jó. Aha, Modricunk kicsit fáradt. És pont neki a legrosszabb a sztaminája. Vagy Miley váltja. Hát, mondjuk. Ő is az a nagy védekező, ahogy látom. Ki tudnék ide berakni? Zinchenko?
is tudom. Jó, jók a többiek. Na. Hát vágjunk bele, én azt mondom. Most már Villa Parkba. Gyerünk. Mégis csak egy elődöntő. Nagyon nehéz meccs lesz, borzasztóan nehéz. Erre jobb készülni. Diaby 87-es ratingű. Azt a mindenit. Hú. Nyomjuk meg, srácok, gyerünk, gyerünk. Úgy van. Persze, adjuk oda. Les. Nem les. Ajaj, nem tudom beérni. Hú. Azért nem lesz jó, ha ilyenek fognak történni. Merinóval kell végigszaladjak a pályán. Megteszem, ha kell, megteszem. És elrontom. Lucas Vázquez. Douglas Luiz. Ah. És egymást szereljük le. Az baj. Nem les? Így, hogy beleért? Nem. Callum Wilson. Nézem csak. Ja, hogy... Aha. Timber ért bele. Lehet még angolnak is írják neki. Aha. Húha. Ez így baj. Mert hogy nyilván semmi sincs eldőlve. Főleg, hogy ez nem 90 perc, hanem 180. Úgymond. De akkor is. Ah, menjetek már oda. Ajajajajaj. Mit csináld? Ne. Rája, mekkora védés. Borzasztó vagy. Douglas Luiz a szögletzászlónál. Nézzük, nézzük. Jó. Ezt kell, meg a kezemre rárugja. 2-0-ra egy ilyen Aston Villa ellen már nem állunk fel. Büntető se kell. Les, nem? Ne, ne, ne. Na, akkor most meg kell próbálni azt, amire előbb azt mondtam, hogy lehetetlen. Bedarálnak minket. Úgy van. Á, fölé. Na, majdnem fél óra után meg volt az első lövésünk. Lenyomom, mert csúnya volt amúgy. Nem, nem, nem. Azért ilyen bénes lehetek, de tényleg. Konkrétan üres kapura. Ah, mi? Ja, jó. Ezt fejeljük be, léci. Egy kicsit visszatérjünk a dolgokhoz.
Jaj, de jó, hogy nem volt kéz is, hogy hozzájuk pattan. Oha, oha. Persze, Timber, nézd végig. Külivel lőtte szerintem, ha jól láttam. Kostić. Hűha. Kostić ismét. Úgy van. Nem. Nem áll. Nagyon jó. Ott is van. Trossard. Nem adjuk azt olyan könnyen. Hú. Megint 100 gólos meccs lesz, úgy látom. Hát, Tierney se tudja felvenni Diabival a versenyt. De csak gyorsaságban. Hát ezt kivittem. Na. Ezt nem hiszem el. Persze tarts ennyire fel. Hú! Ezt majdnem elrontottam. Áj, de jó! Menjél már! Menjél már! Kéz! És nem sajnos. A kapus kezébe, ájjajjajjaj. Diab jó lenne a csapatunkba. Le kellett volna passzoljam, amíg még tudtam vissza Haversnek, de hát... Nincs agyam. Na. Na. Emery. Unai Emery volt edzőnk. Megint. Ezúttal nem fogom elhibázni, de. Pedig de. Már megint nem megy üres kapura. Hát én ezt nem viszem el. Itt a vampír. Hiszem el. Üres kapura nem megy. Igen, nagyon elnyomtam a szédére, mert nem akartam, hogy védje, blokkolja a kapus. És nagyon benyomtam az irányt. Tavares. Hagyjuk már, Sporikám, hagyjuk már. Le kéne fújni a fél időt, nem tudom, feltűnt-e. Nem tudom, feltűnt-e. Ajajajajajaj. Jó. Hú. Ryan nagyot megy. Diaby nagyon gyors. Bédiük az nincs, azt leigazoltuk. Hú. Nem egyszerű. Modric ugye fáradtabban kezdte alapból a meccset. Forma. Nem vagyok annyira elégedett magunkkal. Rája 5,3. Hogy? Jó, hát kapott 2 gólt, ezt én. És vesztésre állunk. Nagyon kaki a csapat, ahogy látom.
Hogy ilyen rossz mindenkinek? Ötöt mentett. Ötöt mentett. Miért azon, hogy egy gólt kapott? Ja, mert ön gólt lehet, nem számította bele. Hát nyomjuk. Gyerünk, gyerekek! Legalább egy X-re hozzuk ki idegenbe. És azért... én ennyire nem érzem rossznak magunkat, mint amennyire ott volt a játékosok értékelése. Na már Tavares! Nyújjó Tavares! Én nem érzem ennyire rossznak a dolgokat. Jaj, ne üldözzön az a Diaby! Ujj, majdnem elrontottam. Transfer speculation is all part of football and there's been quite a lot of speculation on this front but the nagyon jó végre úgy ahogy akarom. Szöglet vagy szabadrugás? Viazon lejön Morata a helyén, gondolom. Szöglet. Nem, Mukoko. Fejeljük be. Jó lehet. Gyere már oda. Lesz, hogy nem jó. Na ne szórakozzunk. Nem, 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 nem. Ez most komoly probléma, komoly probléma. Nem kell a büntető, arra is figyeljünk nagyon. Na. Úgy van. Látlak. Nyugodj már meg. Persze, hogy kivédi. Most Modric így is, hogy fáradtabb, tovább kell nyomnia egy kicsit. Jön Pau Torres. Douglas Luiz helyére? Nagyon érdekes. Már csak azért, mert ratingben Mighty az azért rosszabb. Na végre Merinohoz. És felé fejlen. Viszont egy Balogunja az. Lehet, hogy jöhet Enketia helyére. Már most... Majd egy Konaté is lehet, hogy érkezhetne. Nem is tudom, hogy legyen. Egyenlőre egy ilyet. Hát, ha üres kapura, Balogun belövi. Gyere. Ugyan. Jaj. Ugyan. Te Jézus Isten! Mi ez? Nem arra vált, akire kéne. Nagyon nem arra vált. Pau Torres mit keresett? Torres az hova jött be amúgy? Büntetőt akarnak ott ki? Csikarni, vagy mi? Vagy na, kirúgás. Substitutions. Jó, most a többet ne cseréljetek. Nagyon érdekes. Nagyon védekezés.
Azaz. Nem szarozik Trosszát. Csak jelzem. Na. Eljött akkor az idő. Konatét idehozom be. Jó. Akkor hogyan tovább? Drius jöhet ide. Oké. White nem fog bejönni. Kérdés, hogy Zinchenko vagy Martinelli. Nem tudom, baj lesz-e, hogy ott Bailey-re Zinchenko fog figyelni. Remélem nem. Na. Úgy van. Hát nem igaz, Tavares. Tudjuk, hogy nem lassú. Tényleg érdekelne Torres ott. Milyen pozícióba gondolták. Ó, szép volt Konaté, de lehet mínuszpont, mert ugye nem emberhez. Ment. Ez baj. Ezt a hülye gólt. Mondtam, hogy sok gólos meccs lesz. Én megmondtam. Na, ne, szerencsétlenkedjél, Miley. Nem hiszem, amíg egy büntetőt befújnak, és az lesz a vége, hogy... hogy 4-2-re kapunk, én meg is őrülök. Az a Timber. És nem tudom megindítani, hát nem hiszem el. Hova? Balogunt akartam. Na. Miért nem lehet pontos paszt adni? Ezt jó lenne tudni. Nem baj, ezt meg tudjuk kontrázni. Lehet kellett volna Martinelli mégiscsak. Remélem nem. Hát ilyen nincs. Ilyen a világon nincs. Valami van. Les, jó. Húha. Nem, Miley, szórod nagyon labdákat. Ne, Tavares. Ah.
not much time left now, and these supporters are doing everything they can to get their team over the finish line. What an atmosphere. Hé, és nem fúj semmit, és nem fúj semmit, és nem fúj. Hát én ezt nem hiszem el. Azt meg eladjuk, ahogy kell. Bürke. Ajaj. 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 Time for just a few questions. Yeah, no further questions, thank. Ilyen volt csak egy napos. A Burton és a Rangers is érdeklődik. Beavers, majd megnézzük. Vihetitek. Úgy érdeklődnek irántad. Jó. Tudod mit, én ki is szedlek a shortlistből. Jaj, Kamavinga, mi újság vele? Tényleg. Még nem válaszoltak neki. Ezért se egyébként. Jó, na. Jó.
De a Sheffield-el még izé. Ott még megegyezhet. Arthur. Milán. Aha. Kevesebbet ajánlott, mint amennyit ér. Sheffield még ott van, abból még lehet valami. Ki volt ott? Arthur iránt. Athletic Bilbao. Az egy 79-es, 28 éves a... Ez a legkevesebb gondunk. Valakit eladtunk? Hál' Istennek! C, B, C. Jó. Olise, Damsgaard, Kluivert. 3 milliót kapunk belőle. Miért a Manchester United? Baromi magas összeget fogok ajánlani. Hát Dumfries elvitték. És ha nem fogadja el, akkor így járt. Jó, nem 65, csak 60. Majd egy nagyon jó játékos. Őha. Nem oda kéne eladni. Bár 29 éves. Jesus ért bezzeg a Juventus küld ajánlatot, ez nem is hiszem el. Jó. Jimenez fejlődött, srácok. Lehet, hogy most már lassan izé is fejlődnek, Mbappé is. Hát igen. Ó, ez a kivásárlási ár, az nagyon csúnya. Uhuhuhuhuhuhuhuhu. Uhuhuhuhuhuhuhuhu, az úgy nem jó. Az nem jó. Mhm.
Hát... Oda rakom. Oké. 49-en vagyunk. Na, srácok, ennyi lett volna már, remélem, hogy tetszett, és én a főklegzebb folytatni. Sziasztok!